Jó reggelt kívánunk akkor vendégeinknek. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Brenner Koloman és Keresztes László Lóránt. Jó reggelt kívánunk akkor még egyszer. Két fontos témát emeltünk ki itt a beköszönésnél a Mártival. Egyfelől egy bizonyos fajta közvélemény kutatás, ami benne van a Népszavában, hogyha az emberek erről döntetnének, hogy ki melyik vakcinával oltanák be, meg az egyetemeknek az autonómiája, vagy ez a bizonyos modellváltás, hogy alapítványi fenntartásban, működésben kerülne néhány egyetem Magyarországon. Kezdjük ezzel, jó utóbbival, Brenner úr, mert önnek szerintem pont ez a fontosabb témája. Mi a baj egy olyan modellel, ez lehet egy naív kérdés is, felfoghatja így is, aminek még senki nem tudja azt megmondani, hogy tényleg egyértelműen rosszabb lenne ez az egyetemnek, vagy mondjuk az ott tanulóknak. Én azt gondolom, hogy kezdettől fogva megfigyeljük ezt az egész folyamatot, ugye ez a Corvinus Egyetemmel kezdődött még, akkor azt látjuk, hogy az eddigi eredmények azok, amelyek miatt mi is kezdettől fogva a Néppárti Jobbik nevében azt mondtuk, hogy ez az egyetemi autonómiát igenis korlátozó lépés. Egyszerűen mely az eredményekre gondol? Azokra az eredményekre, hogy a kuratóriumokban nem az egyetemi polgárok által megválasztott vezetők kerültek be, és elvontak a szenátustól, úgymond az egyetemi polgárok parlamentjétől olyan jogokat, amelyek egyértelműen a középkor óta az egyetemi autonómia kérdéskörébe tartoznak. Szervezeti és működési szabályzatát a Corvinusnak a szenátus megkérdezése nélkül a kuratórium hagyta jóvá. Egyetemi vezetőket kinevezett a Színművészeti Egyetem esetében a kuratórium anélkül, hogy bárkit az egyetemi polgárok közül megkérdeztek volna. Ez a tényleg egyszerűen olyan típusú beszűkítése az egyetemi polgárok jogainak, ami egyébként kihat majd a tudományos teljesítményre, és az oktatási teljesítményére az intézményeknek. Tehát jó magam ugye azért is javasoltam minden egyes esetben, hogy ex officio a hivataluknál fogva kerüljenek be az egyetem választott vezetői, mégpedig többségben a kuratóriumban, hogy megmaradjon az egyetemi vezetők autonómiája. Tehát el tudnak képzelni egy olyan felállást, amelyben részt vesznek az egyetemnek által kijelölt kurátorok, de megjelenne például az üzleti világ is, mert ugye ez volt ez a nagyon szép gondolat, ami mögé próbálták ezt becsomagolni. Ez egy tökéletes megoldás, nem az alapítványi formával van baj, ezt ismételten leszeretném szögezni, ezt én mindig elmondtam, nem az alapítványi forma a baj, hanem ahogy végrehajtotta a Fideszt, és természetesen különösen kisebb, az üzleti világhoz jól kapcsolódó egyetemek esetében igenis nagyon jó szerepe lehetne az üzleti világból szereplőket beültetni a kuratóriumba. Erre van is példa, de azzal a céllal, hogy ők pénzt hozzanak és támogatókat hozzanak, mert ugye a magyar egyetemi világ ki van véreztetve történelmileg is, mondjuk ha a saját egyetememről beszélek, az ELTE-nek a birtokai ugye a Felvidéken voltak, aztán 45 után is államosították minden vagyonát, tehát ezért nem tudunk versenyképesen mondjuk Oxforddal egyebek. Kell, erre ugye mondtam, hogy igény lenne arra, hogy legyen benne tőke, hogy legyen benne pénz, legyen benne innovációra lehetőség. Ezt mondja, hogy ezek szerint viszont a megoldás nem feltétlen kívánatos ön szerint. Bocsánat, a szavába vágtam majdnem. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Mi azt gondoljuk, hogy ez ma, tehát ami az egyetemek kapcsán történik, az egyik legsúlyosabb politikai kérdés a magyar közéletben. És talán még mindig nem beszélünk erről elég sokat, hogy pontosan mi is történik. Tehát ami most az egyetemi autonómia ellen történik, ahhoz fogható a szocializmusban volt utoljára. Tehát nem is, hogy sérül az egyetemi autonómia, hanem gyakorlatilag megszűnik, ami egy évszázados, több évszázados tradíció. Tehát konkrétan az történik, hogy az nagy egyetemeket, most éppen egyébként a vidéki nagy egyetemeket, Pécset, Szegedet, Debrecent is, megfogják mindenestől a döntési jogokkal, vagyonokkal, ingatlan tulajdonnal, mindennel együtt bepakolják egy alapítványba. Az alapítvány felett mindenféle döntési jogkörre rendelkező kuratóriumot a kormány nevezi ki, tapasztalatok szerint fideszes pártpolitikusokkal az élen, és utána visszahívhatatlanul ez a kuratórium gyakorlatilag a tagok lemondásáig minden döntést meghozhat, magához vonzhat az egyetemeket érintően. És még olyan szintű garancia sincs a rendszerbe, hogy azt a hatalmas ingatlan vagyont, amit megkapnak, azt később garantáltan a felsőoktatás céljaira használják. Ez egészen elképesztő, és hogyha még hozzátesszük azt, hogy olyan térségek is sorra kerültek most mondjuk így, amelyek az Unió 20 legszegényebb térségek között vannak, ugye Debrecen, Szeged és Pécs is ilyen régiónak a központja, és látjuk azt, hogy az egyetemeknek milyen óriási jelentősége van, nem csak
csak egy nagy város, nem csak egy megye, hanem egy régió gazdaság életében jellemzően a legnagyobb foglalkoztatók, akkor elmondhatjuk, hogy ez, amit most a kormány csinál, az nem csak egy merénylet a felsőoktatás ellen, hanem merénylet, egy támadás ezen térségek ellen is. Tehát minden eszközzel ezt meg kell akadályozni. Arra számítanak-e esetleg az ellenzéki politikusok, vagy a közéleti személyiségek, hogy pontosan, ami a Színház és Filmművészeti Egyetemnél történt, hogy a diákok azonnal demonstrálni kezdtek, sztrájba kezdtek, hogy egy csomó pedagógus vagy oktató ugye egyből jelezte, hogy nem akar és nem hajlandó tovább így ilyen feltételek mellett tovább dolgozni az egyetemen. Az ilyen típusú egyetemeknél, vagy a többi egyetemeknél hasonlóan ez előfordulhat, vagy megtörténhet-e? Ugye látjuk, hogy nincs akkora típusú ellenállás a Színművészeti Egyetemhez, hasonló ellenállás ezen egyetemek részéről, egyszerűen azért, mert egy vidéki nagy egyetem az nem egy ilyen viszonylag szűk körű hallgatóságnak szolgáltatást nyújtó egyetem, mint a Színművészeti Egyetem, ráadásul nagyon speciális helyzetben lévő. Jó, de attól még az oktatók, Brenner úr, nem mondhatnák azt, hogy bocsánat, minden autonómiai részlet sérül, nem akarok tovább így dolgozni ezen az egyetemen. Ahogy a képviselőtársam is jelezte, ezek az egyetemek az adott régió egyik legnagyobb munkáltatója, ők annyira szervesen be vannak épülve annak a régiónak a szellemi és gazdasági és egyéb életébe, társadalmi életébe, hogy egy felelős értelmiségi nem teheti azt meg, hogy azt mondja, hogy jó napot kívánok, akkor elmegyek. Ráadásul ezekben a régiókban nincs annyi munkahely, hogy elmegyek a szomszédba, és akkor máshol leszek mondjuk a saját kutatási területemen oktató. Tehát nagyon nehéz helyzetben vannak a kollégáim. Viszont ez ellen tiltakozni, én azt látom, hogy azért a bátrabbak tiltakoznak, hiszen azért jelentek meg professzorok, mondjuk aláírták, hogy ez ellen tiltakoznak. A szenátuson nagyon éles vita van, például a Pécsi Tudományi Egyetemen, ahonnan Keresztes képviselőtársam származik, tehát azt nem mondhatjuk, hogy nincs tiltakozás, csak nyilvánvalóan annyira látványos, és persze Budapest központjában, Vas utcában azért a televízió is könnyebben kimegy, mint mondjuk Pécsre ezekről tudósítani. Egyébként az nagyon pozitív, hogy igenis megjelented a tiltakozást, tehát sok ezer hallgató már megfogalmazta a tiltakozását, és olyan online események is voltak, ahol például Pécsön egyszerre több mint 800-an voltak, és ott elsőprő többsége az egyetemi polgárok, tehát a hallgatók és dolgozók kinyilvánították, hogy elutasítják. De egészen döbbenetes volt, hogy a Debrecenbe egy zárt ülést hozott a szenátus, információt sem engedtek, hogy ott mi történt, és ők támogatták már ezt a modellváltást. Pécsön egyébként ma hoz majd döntést valószínűleg a szenátus. De itt a legutóbbi szenátusi ülés teljesen nyílt volt, mindenki ezt az interneten követhette, és egy döbbenetes információ szivárgott onnét ki, vagy hangzott el. Konkrétan azt ígérte, hogy a Gulyás miniszter úr azt mondta a kormányinfón, hogy önkéntes döntésre mehetnek be az egyetemek a modellváltáshoz, egyértelmű hazugság, és azt is eldönthetik, hogy megtarthatják az orvosi karokat, klinikákat, ez egy óriási egység, ugye három nagy vidék egyetem, orvosi karokkal is rendelkező egyetem, és a Pécsi Egyetem rektora felhívta telefonon a Kásler miniszter úr főtanácsadóját, aki éppen aznap volt a miniszterelnök úrnál, és azt mondta, hogy hát miniszterelnök úr más információt mondott. Tehát egészen döbbenetes. Hogy miniszterel... A másod arra vonatkozik, hogy nem tarthatják. Így van, meg. Így van. Tehát, hogy nem igaz az, tudjuk, hogy itt saját döntésre mennek bele az egyetemek a folyamatban, de hogy a miniszterelnök úr személyesen kézi vezérlésre gyakorlatilag eldöntötte, hogy még a klinikákat, az orvosi karokat is leválasztják. Ez egészen elképesztő, tehát mondhatjuk, hogy sárba tiporják az egyetemi autonómiát. Nagyon fontos kérdés lesz nyilván ez is abban a programban, amit az ellenzék közösen próbál tenni. Az egy másik kérdés, hogy ki jár ennek az élén. Sok elemző azt mondja, hogy nem csak a program, hanem a személy számít. És a tegnapi nappal kapcsolatban Dobrev Klárát és Karácsony Gergelyt tartják a választók a legalkalmasabb miniszterelnök jelöltnek. Legalábbis ez derül ki a Pulzus piackutató felméréséből. Az ATV megbízásából készített kutatásban szorosan követi őket Fekete Győr András, Márki-Zay Péter és Jakab Péter. Megnézzük az esélylatolgatást, és folytatjuk a beszélgetést. Az egységes ellenzék a kormánypárt ellen. Minden jel szerint kétosztatú harc várható a 2022-es országgyűlési választáson. Orbán Viktor ellenzéki kihívójára előválasztáson dönthetnek majd a szavazók. A Pulzus felmérése alapján 5 politikus szállhat versenybe reális eséllyel a miniszterelnök jelöltségért. Az ATV megbízásából készült kutatás szerint a megkérdezettek 8%-a tartja alkalmasnak Fekete Győr Andrást az ellenzék vezérének, 11%-uk Márki-Zay Pétert, 12%-uk pedig Jakab Pétert. A kutatás alapján a lista élén Holt versenyben Dobrev Klára és Karácsony Gergely áll 14-14%-kal.
Karácsony Gergely saját bevallása alapján nem szeretne elindulni az előválasztáson. Dobrev Klára kapcsán pedig egyelőre csak a férje, Gyurcsány Ferenc érzékeltette, hogy elindulhat. Eddig hivatalosan Jakab Péter és Márki-Zay Péter jelezte indulási szándékát a miniszterelnök jelöltségért. Innen folytatjuk, Jakab Péter a héten jelentette be, hétfőn, ugye? Így van. Az évértékelő beszédével együtt elnök úrunk jelezte, hogy el fog indulni ezen az előválasztáson. Én azt gondolom, hogy az látszik ezen a felmérésen is, hogy gyakorlatilag statisztikai hiba határon belül Jakab Péter is az egyik legnépszerűbb ellenzéki vezető, és én szerintem, mivel a felmérésben szereplő személyek közül egyedül ő jelentette be, hogy hivatalosan is indul a miniszterelnök választása, hogy jelenleg akkor ő vezet. Márki-Zay Péter is bejelentette. Így van. Tehát azt gondolom, hogy egy jó kiindulási alapunk van. Nekünk egyébként azért is fontos szerintem, hogy pontosan a Jobbik, aki ugye a legtávolabbról indult, azt hiszem így fogalmazott elnök urom is ezen a egyenes beszédben, aztán amikor erről beszélt az ATV-ben, hogy mind jutunk a legtávolabbról ehhez az ellenzéki együttműködésről, viszont nélkülünk nincs kormányváltás, hiszen egy jobboldali, jobbközép, keresztény-szociális alapon álló pártra is szükség van ahhoz, hogy felállhasson 22-ben az a nemzeti egységkormány, én ezt mindig így hívom, amely aztán leváltja az egypárti túlhatalmat kiépítő Fidesz. El tudnak képzelni új nevet? Mert szerintem ez a legérdekesebb, hogy ezek a nevek azért helyek közel eddig is gondolhattuk rájuk. Van-e új név? Vagy... Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen demokratikus verseny az előremutató. Tehát, hogyha mondjuk van egy formálódó ellenzéki együttműködés, és ott nem egy ilyen fölként kinevezett személy van, aki majd mindenről hoz döntést. Ez önmagában fontos és pozitív. Én el tudom képzelni, hogy lesznek még új nevek ebben a versenyben. De azt nagyon fontosnak tartottam, amit képviselőtársam elmondott, hogy egy jobboldali, konzervatív, jobb közép, néppárti Jobbikra szükség van. Szerintem ezt nagyon sokszor el kell mondani, és nagyon sokszor hangsúlyoznunk kell azt, hogy itt most különböző ellenzéki pártok, különböző ideológia alapon politizáló ellenzéki pártok eldöntötték, hogy együttműködnek annak érdekében, hogy együttműködünk annak érdekében, hogy le lehessen váltani az Orbán kormány. És hogyha fontos, hogyha mondjuk az egyetemi kérdésre, felsőoktatásra gondolunk, hogy milyen program mentén tesszük, és szerintem arról is beszélnünk kell, hogy nagyon jól halad a közös programnak az elkészítése, és ugyan vannak nyilván olyan szakpolitikai területek, vagy akár világnézeti különbözőségek, amiket meg kell majd vitatni, vagy adott esetben mindig is vitatni fogunk, de ez a kérdés, a felsőoktatás kérdés, az egyetemi autonómia biztosítása, ez teljes mértékben konszenzusos, azt el tudom mondani. És nagyon sok ilyen terület van még, ahol látjuk, hogy egy egészen elképesztő pusztítást hajtott végre a Fidesz az elmúlt 10 év, és a felsőoktatás az ilyen gyakorlatilag folyamatos támadást hajtottak végre. Úgyhogy ez mindenképpen örömteli, hogy ezek az egymástól azért több tekintetben eltérő pártok ilyen kérdéseket egészen biztosan, hogy azonos alapról fognak tudni. Ezt mindig ahhoz szoktam hozzá hasonlítani, amit én életkoromnál fogva megéltem a rendszerváltozás időszakához, amikor az ellenzék kerekasztal egyik oldalán ott ült a későbbi pártpolitikai paletta minden szereplője, és a másik oldalon a kommunista egypártrendszer szereplői. Most nagyjából hasonló helyzetben vagyunk az én megítélésem szerint, és ahogy képviselőtársam kiemelte, én azt látom az eddigi kormányprogram előkészítésében, amelyben mindketten egyébként szerepet is játszunk, hogy ahhoz képest, hogy milyen ideológiai különbségek vannak, nagyon jól haladunk, mert megvan az a nemzeti minimum, ami jelen esetben az elkövetkezendő nemzeti egységkormány legelső időszakában azonnal például az egyetemi világ, hogy is mondjam, felülvizsgálata, ezeket az alapítványi formában működtetett egyetemeknek nyilvánvalóan felül kell majd például vizsgálni a működését. Hát igen, ki gondolta volna azért egy-két évvel ezelőtt, hogy ilyen csodálatos összhang lesz azért az összes ellenzéki párt és a Jobbik között, de hát ez az ellenzéki összefogás, ugye erről beszélnek. Uraim, még pont egy percünk van vissza, másfél percünk arról, hogy beszéljünk arról a másik fontos témáról, ami tegnap szintén ugye a tájékoztatón hangzott el, hogy használhatóak lesznek azok a vakcinák is, amelyeket már legalább 1 millió alkalommal, tehát 1 milliószor ugye beadtak. Most itt a legtöbben ugye a kínai vakcináról beszélnek. Ezt milyen lépésnek, milyen döntésnek tartják, érzik? Én azt gondolom, hogy ez az a kérdés, amiben személy szerint én nem venném a bátorságot, hogy vélemény nyilvánítsak. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy itt a szakemberek szava legyen a döntő, és a politika se kormány oldalon, se ellenzéki oldalon ne szóljon bele. És sajnos itt láthatunk mondjuk miniszterelnök úr részéről is olyan nyilatkozatokat, mintha erőteljes hatást kívánt volna gyakorolni erre a folyamatra. Azt gondolom, itt a szakembereknek kell átengedni a döntési jogköröket, a szakemberekre kell hallgatnunk, és bíznunk kell a magyar szakemberek. És a magyar polgárok bölcsességében, tehát én azt támogatom erre a kérdést.
kérdésre válaszolva a Jobbik nevében, hogy igenis legyen szabadon választható a vakcina. Ugyanakkor nyilvánvalóan én is azt tudom ajánlani minden kedves honpolgárunknak, hogy a házi orvosával hosszasan konzultáljon, hiszen ők tudják azokat az információkat biztosítani a magyar polgároknak, amelynek alapján ők aztán felelős döntést tudnak hozni. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk ma reggel. Köszönjük szépen.